Mekkora hátsó szár egy elektromos versenyautón, mert hogy itt van mögöttem az ETCR-nek a prototípusa, nem ezzel versenyeznek, ezzel viszont tegnap mentem, Mihelis Norbi vezetett, természetesen nem én, nem annak ideje bénának egy ilyen autót. Szóval a mai epizódban lesz ez is, majd beteszem a videó végére, ami sokkal fontosabb, hogy Norbival elvileg sikerül egy interjút csinálni a mai nap folyamán, és megkérdezem a véleményét erre az autóról, amiről most mondok pár érdekes adatot. Van 4 villanymotorunk, 500 kW teljesítmény, ami 690 lóerő, 960 Nm-es nyomaték, 3.2-es 0-100, de ez teljesen lényegtelen, mert hogy 200-ra is pont ugyanúgy gyorsul. A Mansell felé tegnap, amikor 200-ra felgyorsultunk, na az soknak tűnt, és utána meg is tud állni, mert hogy nyilván versenyfékek vannak, versenyfutóműk, ki van szélesítve az autó, és 62, illetve 64 kWh körüli akkumulátor van, mindenki más mond, de mondjuk, hogy 64 kWh, ez egy Hyundai Kona-nak az aksia tulajdonképpen, de természetesen nem a Kona-ból szedték ki, hanem ez egy Rimac által fejlesztett akkumulátor ebben az autóban, az új aksikat pedig a Williams szállítja, tehát igazából semmi köze a Kona-hoz, csak egy méretre kb. Ekkora. Egyébként 770 voltos az akkumulátor rendszer, tehát majdnem 800 voltról beszélünk. Ez nyilván fontos, hogy nagy teljesítményt, amikor kiveszünk, akkor a nagyobb volton, a nagyobb feszültségen nem melegszik el annyira az akkumulátor, de így is hatalmas hűtők vannak az autóórában, ekkora radiátorok, tehát elől nem frank van, hanem rohadt nagy radiátorok, úgyhogy egészen hihetetlen az egész. Belül nyilván egy űrhajó, tehát rengeteg információ a kormányon. Egyébként érdekes volt, amikor mentünk vele, 40 fokos volt mindössze az akkumulátor, és olyan 60-70 fok környékén volt a motor, ez jóval e fölött van, amikor versenyeznek vele. Én a versenyen csak 400 kW-ot használnak, mi 200 kW-os teljesítményen mentünk, és hát majd beteszem a videó végére az egész kört, majd látni fogjátok a fejemen, hogy elég nagy élmény volt. Nehéz elmondani, milyen, amikor így kigurultunk Norbival a célegyenesre, és visított, mint a malac, én ültem már elektromos autóba, de ez teljesen más, mint minden, amit eddig megszoktunk. Hatótáv. Elektromos autó, tehát hatótáv. Nos, az 150 km. Hogyha úgy normálisan menne vele az ember, a normális itt azt jelenti, hogy 100 és 200 között. Hogyha max teljesítményen mennek vele, akkor 50 km és vége. 95 és 20% között használják csak az akkumulátor, tehát ez nem olyan rossz, és hogyha láttatok már benzines autónak a fogyasztását versenypályán, akkor itt ez nyilván megszokott. 5 kör egyébként a verseny. Most kéne arról meséljek, hogy hogy zajlik a verseny. Ugye 3 csapat van, az Alfa, a Cupra, illetve hát van a Hyundai-nak is egy csapata, és 12 versenyző, de csak 6 autó. Azt a 12 versenyzőt felosztják csoportokra, 3-as csoportokra, és ilyen sprint versenyeket csinálnak, és aztán ezekből valahogy lesz a végén egy győztes, aki kap egy ilyen koronát tulajdonképpen, és ő lesz a verseny hétvégének a király, és lehet pontokat gyűjteni. Próbálnám ezt elmagyarázni, tök őszintén nem értettem, hogy ki hogyan megy tovább, és hogyan nyeri meg a futamokat. Ez lényegtelen is. Itt inkább az a kérdés, hogy mennyire lesz ez a jövő. Szerintem annyira, hogy ez az autó most az utcai Goodyear gumival, ami az Eagle F1-hez hasonlít a legjobban, de tulajdonképpen egy utcai bordázott gumi, minden pályán ezzel mennek. Ez 2-3 másodperccel lassabb csak, mint a TCR autók, ami nem sok. Elvileg, hogyha slick gumikat tennénk rá, akkor gyorsabb lenne ez az autó, mint a TCR autók. Nyilván kevesebb kört bírnának, de a versenyzőket szerintem a sebesség érdekli. Úgyhogy azt gondolom, hogyha beszállnak a gyártók Volkswagentől kezdve, Mercedes, BMW, bárki beszáll ebbe a versenysorozatba, és lesz sok autó sok pilótával, akkor ez szerintem egy elég jó versenysorozat lett. Most még nyilván gyerekcipőben van fejlesztés alatt, kipróbálják a technológiát, aztán én szerintem látványos futamokat láthatunk, és nyilván a következő 10-20 évben gondolkoznak a gyártók. Én azt gondolom, hogy ahogy a benzines autók leállnak, szépen e felé terelődik majd a versenysport. Na nézzük meg a töltőket, mert hogy hidrogénnel töltik az elektromos autót, és azt szerintem elég érdekes. We'll be right back.
Hát a mellettem lévő süvítő hang, az az autónak a hűtése, töltés közben szárazéget is használnak, hogy még kicsi CO2-t azért visszanyomnak a levegőbe, de a lényeg ezeknél a töltőknél, amit most nem látok mögöttem, ilyen nagy fekete dobozok, majd vágóképen beteszem, ezek két darab Hyundai Nexo motor segítséggel hidrogénből csinálnak elektromos áramot. Ezek egyenként, ezek a Hyundai Nexo motorok 170 kW-ot képesek termelni tulajdonképpen a hidrogénből, amik 300 báron vannak tárolva, és ebből kapják meg a töltést az autók. Futamok között töltögetik, de nem minden futam között. Tehát a sprint futamoknál, amikor időmérő van, akkor kibírják úgy, hogy versenyzőcserés mennek tovább, ugye itt kevesebb autó van, mint amennyi kéne. De az a lényeg, hogy ezt a hidrogént tulajdonképpen a sivatagba is lehet rakni, ezeket a hidrogén töltő állomásokat, és tisztán lehet tölteni az autókat, és elvileg ezt a hidrogént zölden állítják elő, és ezáltal zöld lesz az energia, tök mindegy, valahol el kell indulni, és végül is erre tök jól használható a hidrogén technológia, nem csak kamionok meghajtására, de hogyha nagy mennyiségű energiát kell elvinnünk egyik helyszínre a másikra, ahol nincsen kiépítve a töltés, egyébként itt a Hungaroringen például nincsen kiépítve, viszont itt nagyon vicces, hogy nem is lehet a hidrogént használni valamilyen szabályozás miatt, úgyhogy hagyjuk is, tehát itt dízel, bio, üzemanyag generátorokkal töltik az autókat, de az a lényeg, hogy 5 liter hidrogénnel két ilyen versenyautó le tudja az egész hétvégét, és most menjünk Marci, mert ott van Norbi, el kell kapjuk, és 5 percünk lesz. Norbi, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, úgyhogy két futam között vagyunk. És hát azt történt, hogy tegnap mentünk egy kört Norbival, azzal az elektromos versenyautóval, amit én nem is tudtam, hogy a Rimac épített. És hát igazából arról szeretném kérdezni Norbit, hogy milyen vezetni a benzineshez képest. Igen, ez az első gyakorlatilag prototípus autó, amivel tesztelt a Hyundai nagyon sokat. Ugye ebben még az által is említett Rimac aksi egység van, és hajtáselemek. Most már egy ilyen standardizált Williams csomagra váltott. Ők a beszállítók. Alapvetően az autót nagyon jó volt vezetni. A jó része az, hogy nagyon sok teljesítményed van, és hogy nyilván utcai gumikkal ezt a teljesítmény nem egyszerű átfényni a talajra. Úgyhogy összességében az van, hogy versenyzőként, és most hiába kicsit lassabb a köridő, mint mondjuk a VTCR esetében. Hát attól függ, mert hogyha ők 300 kW-ra lennek, akkor olyan 58-59-es köridőt tudnak menni itt a Hungaroringen, és hogyha 500 kW-ra váltanak, akkor azért ilyen 54 vége, 55. De egyébként utcai gumival. Utcai gumival, én is ezt akartam, hogy a slick gumi esetében ez egy 5-6 másodperces köridőjárás lenne úgy, hogy az autó az 1,8 tonna. De mi, amikor mentünk tegnap, akkor hiszem 1860-70. Hát az én kis súlyom még belejött. A versenyzővel együtt 1800. Tehát 1800 kg versenyzővel együtt, a TCR autók meg 500 kg-val könnyebbek. Azért az nagyon sokat számít. Az nagyon sok. Hát nagyjából úgy kell számolnod, hogy 10 kg egy másfél tized más a hangszaktól függ, amelyik pályán néz. Tehát ez a plusz 500 kg, ez kapásból megint sok. Csak 5 másodperc. De az nagyon durva, hogyha azt mondod, hogy ennyi javulás lenne slick gumival, akkor gyorsabb lenne, mint a TCR autó. Akkor gyorsabb lenne. Tehát hogy most azért a mi versenyautónk az olyan 350-60 lóerő, azért a teljesítmény az sokat számít, és gondolj bele 500 kg, 670, kicsit több. 670, az 960 Nm. Mi olyan 218-220-as végsebességet érünk el a célegyenes végén, ők 250 fölé mennek egy picit. Azért a Hungaroringen is van egyenes, tehát mondják a technikás pálya, de... A Menszel felé tegnap 180-nal betöttünk a Menszelbe. Norbi, mintha lazán városi autókázom, hogy... Mennyire hiányzik a váltás, hogy nincs az, hogy hármas üveghangon veszem ezt a kanyart? És semennyire. Az volt az érdekes, hogy két külön kört vettem föl, egymásra raktam a GoPro felvételeket, tizedre ugyanazt mentél. Úgyhogy az én körömben drifteltél és minden, és hogy megszokod? Őszintén szóval igen. Tehát nekem önmagában az, hogy nem váltunk, az nem számít. Az nem számít. Az van, hogy nyilván ez is hozzá lehet szokni. A hang hiánya. Ilyen versenyzőként ott vagy, tudod, bűvészkedsz, próbálsz éppen gyors kört menni, csúsztálsz egy kicsit. Nem számít. Egyébként tök őszintén szeretem a dúrogó versenyautókat, de ezt is nagyon szerettem, hogy visított, mint a malac, és nem volt vége 12.000 forog a 4 villanymotor, tehát elképesztő. Hát igen, lehet most ezzel kapcsolatban látni, nem is tudom. Még egy kérdés, versenyeznél vele? Nagyon szívesen, úgyhogy
remélem, hogy lesz is rá jövőre lehetőségem. Legkésőbb jövőre. Nagyon-nagyon, ahogy mondjam, szeretem ezt a formátumot, meg szerintem alapvetően ez egy jövőbe mutató bajnokság. Hát, meg nagyon nagy fán, azt mondtam még tennap eszembe jutott, hogy több atlettel játszani, nincs annyira kihegyezve, nehéz, alacsony súlypont, és hogy teljesen más, mint az eddig megszokott. Megvan, tudod, itt is vannak autók körülötted, ott van néha az a 700 óerő körüli teljesítmény utcai gumikon, ez az azért elég. Nyomaték, igen, azt mondják, hogy ez már elég. És versenyzőként, hogy mondjam, én szeretem a kihívást, és mivel ez a bajnokság egy kihívás, ezért én nagyon szeretném. Nem tudom, beszélgetünk majd róla a Hyundai-jal, és akkor hát. Én majd pusholom a Hyundai-eset, Norbi, elengedlek, nagyon köszönöm szépen. Időt szakítottál, első helyet remélem szurkolj sikerül. Szurkolj a második futamon. Mi ott leszünk fönt, ott fogunk szurkolni. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hogyan más, hogy köszönhetnék el, mint rátámaszkodva ezután a két nap után a tüzelőanyag cellás töltőállomást, ami elektromos autókat tölt itt a Hungaroringen, és igen, még gyerekcipőben van, de ahogy Norbit hallottátok, azért nem egy rossz dolog ez, és hogyha beszállnak a gyártók, és lesz sok autó, és testtelen ezek az 1700 kg-os autókkal majd versenyeznek, az mindenféleképpen kinek lesz jó, nekünk a nézőknek, és magának az autósportnak, és persze a fejlesztések előbb-utóbb leszivárognak a népautókba, azokba az autókba, amiket mi is használunk, és egyébként látszik, hogy itt a hidrogénnek is van még mit keresni valója, fejlődnek az akkumulátorok, fejlődnek az autók, fejlődik a töltési sebesség, 800 voltos technológia, meg minden jó, és ezért kell, hogy a versenysportban legyen elektromos autózás, mert kell a fejlesztés, kellenek a fejlesztések. Nos, ez volt az élménydús kétnapos ETC-re epizód Norbival, meg velem, meg az ETC-re autókkal, tényleg elképesztő élmény volt velük menni. Hogyha tetszett az epizód, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, nagyon nagy köszönet a Patreon YouTube támogatóknak, Tiszta Energiának, Rekhozértének, Szuperszokónak, Smartdiscon-nak és az Under Lucky Stars csillagtérképeknek, és ahogy ígértem, most jön a teljes kör a 200 kW-os teljesítményre visszafojtott verseny ETC-re autóval. Sziasztok! Reméljük jó a kamera, fingom sincsen. A magas feszültség. Minden zölden villog, úgyhogy jók vagyunk. Várjál, a kék az a jó. A kék a jó, aha. És hogy a piros, akkor ne nyúljak semmihez, gondolom. Piros és narancssárga. 200 kg. 200? Ez 300 kg.
41 fokos akkumulátorral még bőven bírná. Úgy van, hogy ugye mivel utcai gumi, ezért csúszkálunk egyik. 200 kW-nál még az, hogy rá tudsz állni a gázra, anélkül, hogy nagyon felborítanad az autó egyensúlyát. De egyébként 300 kW-nál már az van, hogy figyelni kell a kigyorsításra, hogy ne melegítsd el a hátsó tengelyt. De így is egyébként szerintem úgy lehet, hát elég jó, meg lehet érezni az autónak a természetét. Tesla Model 3-val mentem itt a pályán, hát ez sokkal egyébként durva. Nem, ja, nem olyan egyszerű vezetni, mert nagyon... Igen, hát láttam, hogy mozog össze-vissza. De ez az utcai guminak a... Szerintem izgalmas ez az autó. Tök jó, tök érdekes, tök más. Ja. Na jó, már remélem visszatlátlak ilyenekben, meg holnap akkor találkozunk. Két és félszer ennyi teljesítmény képzel el. Tehát ez van 670 Nem tudom elképzelni, nagyon durva. Király vagy, köszi.